A kijárási korlátozások enyhítésével a vidéki fürdők és szabad strandok egyaránt engedélyt kaptak arra, hogy újra kinyissanak. Mivel a szabályok lazítása viszonylag váratlanul érte az üzemeltetőket, jellemzően ezek a helyek még néhány hét üzemszünetet tartanak annak érdekében, hogy biztonságban fogadhassák a hűsölni vágyókat. Ugyan valódi strandidőről még messze nem beszélhetünk, a nyári dömpingre való készülődés már a Vásárosnaményi fürdőben is megkezdődött. Úgy tervezzük, hogy június 27-én nyitnánk ki. Mi általában június 15 és 16 között szoktunk amúgy is nyitni. Most az csúszik nálunk is, mivel a járvány miatt nem tudtuk, hogy mire is számítsunk. Itt a fürdőben még az általános munkálatokat ugye el kell végezni ahhoz, hogy ki tudjunk nyitni, és folyamatosan figyeljük majd a kormányrendeletet, egyeztetünk polgármester úrral, Filip Sándorral, hogy mik legyenek az előírásaink, amiket mi is természetesen be fogunk tartani. Nem tudjuk, hogy lesznek-e korlátozások a befogadó képességről, tehát hogy hányan jöhetnek be egyszerre, de ha lesz, akkor mindenféleképpen oda fogunk erre mi is figyelni. Több helyen ki fogunk majd helyezni készfertőtlenítésre alkalmas eszközöket, tehát a büfékhez, a bejárathoz, mosdóba. A levelekitó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnépszerűbb vadvízi strandjává nőtte ki magát az elmúlt években. A település polgármestere kiemelte, már elkezdték összeállítani azt a szabályzatot, amit nyitás esetén alkalmazni fognak a víztározó környékén. Borsodi László ugyanakkor hozzátette, a hivatalos állásfoglalással szinte az utolsó napokig kénytelenek várni, hiszen a járványügyi helyzet bármikor megváltozhat. Mivel most ugye a negyedik héttől kezdve a magyar kormány úgy döntött, hogy a szabadvízi strandokat meg lehet nyitni, ezért mindenképp tervezzük június 1-től a strand nyitását. A kollégám a Önkormányzati Levelek Kft. Ügyvezetője Dávid József pont most egyeztetett az ANTS-szel, Nyíregyházi ANTS-szel, hogy a megfelelő vízmintavétel vizsgálatokat végezzék el, ahhoz, hogy a nyitás időben meg tudjunk majd történni. A mostani állapotok szerint azt tervezzük, hogy nyitjuk a strandot június 1-ével, de természetesen tudva levő, hogy ugye Magyarország kormánya minden héten dönt a éppen aktuális helyzetek megfelelően, ezért, hogyha menet közben ne agy Isten szigorítás van, mert előfordulhat, akkor természetesen csúszik, vagy változhat. A leveleki víztározóhoz kapcsolódó hír továbbá, hogy a tavalyi évhez hasonlóan június közepén ismét Európa-bajnoki jetski futamot rendeztek volna a helyszínen. Borsodi László ezzel kapcsolatban elmondta, a Magyar Jetski Szövetség elnökével folytatott egyeztetés alapján a rendezvény biztosan csúszik, a tervek szerint azonban augusztus második felében megtarthatják a nemzetközi viadalt.